Ezek a parcellák a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson találhatók. Szépen nőnek a növények, még a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében azonban a korábbi évek átlagaihoz képest jelentősen csökkentek az idei kalászos és lepcetermő területek. A gazdáknak pedig újfajta növényvédőszerekkel kell készülniük a gyomnövények írtására. Korábbi évtizedekben használt egyoldalú növényvédőszer felhasználás miatt kialakultak bizonyos gyomok, amik rezisztensek és toleránsak a hagyományos gyomirtokra. A cég olyan fejlesztési irányok indultak meg, hogy az ettől eltérő mechanizmusú gyomirtószereket fejlesztették ki, és ezáltal a rezisztenciára való hajlamot csökkentettük a termék használata következtében. A rovar és gombakártevőkkel szemben egyre inkább elterjedt, hogy nem vegyszerekkel permeteznek a gazdák, hanem tápanyaggal fejlesztik ellenállóbbá és erősebbé a kultúrnövényeket. Az elmúlt években ugye kialakult egy tudatos növényvédelem, de a tudatos növényvédelemben egyre inkább visszafogják a növényvédőszereket, és nagyon nagy szerepet kapnak a levélen keresztüli tápanyag visszapótlással kapcsolatos dolgok. A levélen keresztüli tápanyag visszapótlásnak a lehetősége azt biztosítja, hogy olyan kondícióba tudjuk hozni a növényeket, ami bizonyos növényvédőszereket már feleslegessé is tesz. Szakemberek szerint a globális felmelegedés és az aszályos évek miatt jelentősen felértékelődött a lombon keresztüli táplálás. A gyulatanyai kísérleti állomáson többek között ezeknek a hatását is vizsgálják.